Az etikus bankolás titka. Nem csak bankároknak. I absolutely think it's possible. Igen, lehetséges az, hogy szeretetet tapasztaljon az ember a gazdasági vagy a pénzügyi rendszerben is. Ez az oka annak, hogy mi, ez a bank létezik. És azt mondjuk, hogy azért vagyunk, hogy átalakítsuk a világon bevett pénzkezelési szokásokat. Ez a célunk. A pénzmozgás közvetlenebbé, átláthatóbbá és személyesebbé válik. Lehetséges lesz, hogy egy a szeretetre és kölcsönös tiszteletre épülő világ és gazdaság megszülethessen. Szerte a világban láthatjuk, hogy a magánbankok esetében vagyonszinteket különböztethetünk meg. Először is, ha nagyon gazdag vagy, mondjuk több mint 1 millió dollár birtokosa, akkor az A bankot választod. Amennyiben rendkívüli ez a gazdagság, tegyük fel, hogy 10 millió dollárnyi, akkor elképzelhető, hogy egy svájci intézménnyel fogsz dolgozni. 100 millió felett pedig egy további intézményt keres az ember. Általában ezek a szintek nem keverednek. Itt a Triodosnál másképp folyik a bankolás. Az a cél, hogy otthon érezze magát az, aki 1000 eurót akar befektetni vagy megtakarítani csak úgy, mint a 10 milliós ügyfél. Szeretnek találkozni egymással, vannak ügyfél találkozóink. Ugyanolyan értékeket vallanak. Ők a társadalmilag felelős vállalkozók és kulturális kreatívok soraiból kerülnek ki. Ha ugyanazon értékrenddel bírsz, lényegtelen, hogy mennyit kell befektetned. Ekkor már az elmék és nem a pénz találkozik. És ez szerintem nagyon inspiráló, nekünk legalábbis. Mi is a mi egyik legjelentősebb tevékenységünk itt az RSF-nél? Szerintünk a mai pénzügyi rendszer és pénzkultúra összetett, nehezen átlátható és névtelen, és rövid távú eredményeket céloz meg. Mi pedig azt reméljük, hogy eljuthatunk oda, hogy a pénzmozgás világa közvetlen, átlátható és személyes lesz, és hosszú távú kapcsolatokon alapszik. Mit teszünk ennek érdekében? Nagyjából 1700 befektetőnk van, ez a hitel alapunk. És van körülbelül 100 hitelesünk, olyan társadalmi vállalkozások, akik nálunk veszik fel a kölcsönt, és mi a két oldalt összehozzuk, hogy találkozzanak, hogy megismerjék egymás történetét, tudjanak egymás szükségleteiről, szándékairól. És ez a csoport tesz nekünk javaslatot arra, hogy milyen kamatot kapjon a befektető, és mekkora kamatot fizessen az adós. Tehát kölcsöneinknek az árát közösségi alapon döntjük el, oly módon, hogy kívül maradjunk a Wall Street pénzvilágától, és ne függjünk a londoni bankközi kamattól, vagy bármi nemű Wall Street-i referenciaértéktől. A GLS Bank a világ első társadalmi ökológiai egyetemes bankja, melyet igazából már 1961-ben megalapítottak az Ehrlich alapítvány támogatásával, és belőle alakult meg a bank 1974-ben. A GLS Bank egy közösségi bank, ami azt jelenti, hogy annak a 20 ezer tagnak a tulajdona, akik a mi ügyfeleink. Eladni, megvenni és velünk spekulálni nem lehet. A Volksbank és Raiffeisen Bank szövetség tagja vagyunk. Ez egy tiszta, egyszerű banki vállalkozás, mentes a spekulációtól, ami ugyanakkor úttörő példa is. Volt az életemben egy pillanat, amikor világossá vált számomra, hogy miképp is működik a gazdasági rendszerünk. Ez akkor történt, amikor caddy-ként dolgoztam első munkahelyemen, ahol Wall Street-i kereskedők és bankárok golfzsákjait cipeltem New Jersey-ben, és beszélgetéseik fültanúja lehettem. Rákérdeztem, hogy pontosan mivel is töltik a napjaikat, és igencsak megfogta őket a kérdés, mert nem nagyon tudták elmondani, mit is csinálnak. Értetlenül álltam a dolog előtt, itt vannak ezek az emberek, a társadalmunk gazdagjai, hatalmuk van, és valamiért nagyon nehéz megértenem, mivel foglalkoznak.
Szóval 14 éves korom óta kutatom és megpróbálom megérteni, hogyan működik a pénzügyi rendszer, kikért van, tulajdonképpen mit is tesznek ott a pénzügyekkel foglalkozó emberek. Lenyűgöző volt ez az út, ám azóta mindent meg is kérdőjelezek, ami a pénzügyi rendszer jelenlegi felépítését illeti. A gazdagságot a tengervízhez hasonlíthatjuk. Minél többet iszunk belőle, annál szomjasabbak leszünk. Ugyanez mondható el a hírnévről is. Arthur Schopenhauer. A Triodos Bank a behatási pontra próbál összpontosítani, és arra, hogy a lehető legtöbb ügyfélhez eljusson. És emiatt valamiképpen a rendszer része akarunk lenni. Csak akkor tud az ember változtatni, ha a rendszeren belül van, a társadalom része. Az a szándékunk, hogy kereskedelmi szervezet, egy bank legyünk, melynek célkitűzései vannak, és ezek között ott szerepel a nyereség is. A Triodos Banknak nem a nyereség az egyedüli célja, az már a végeredmény, ha jól végezzük a munkánkat. Ha egészséges cég vagyunk, és rendben tesszük a dolgunkat, akkor keletkeznie kell egy normális nyereségnek, hogy újra be tudjuk fektetni, folytathassuk az innovációt. Így működik egy cég. Valójában nagyon jó kapcsolatot ápolunk a többi bankkal. Nem vagyunk bankvilág ellenesek. Együttműködünk más bankokkal is. Magunkat tiszteletben tartjuk, és szerintem tanulunk egymástól. Úgy találom, hogy amikor az ember személyesen elbeszélget egy bankmenedzserrel, érezhető, hogy az magánemberként egyet is ért az általunk követett modellel, és nagyon is tiszteli ezt a modellt. A kérdés az, hogy egyedül képesek-e megváltoztatni a rendszert. Ők is egy rendszer fogjai, és ha a bankmenedzserek, akkor részvényeseik vannak, sajátos a viselkedésmódjuk, tehát ezt figyelembe kell venniük, és felmerül a kérdés, hogy van-e bátorságuk, lehetőségük kockára tenni állásukat azzal, hogy változtatnak viselkedésmódjukon, és pénzügyi szempontból netán kudarcot vallanak emiatt. Hát nehéz dió ez a bankmenedzsereknek. Személyes véleményem az, hogy az a részvényes kapitalizmus, amit az elmúlt 150 évben megtapasztalhattunk, a végéhez közelít, valamint a Wall Street dominancia kora is lényegében lejárt. Nem fog ez egyelőre nagyon látványos változásokat mutatni, de kialakuló félben van az érintettek kapitalizmusa, és úgy tűnik, hogy a fenntarthatóság elvein alapuló megújuló gazdaság gondolata meglehetősen sokaknak szimpatikus, különösen azon fiatalabb társadalmi vállalkozóknak, akikkel mi kapcsolatba kerülünk. Vállalkozásaiknak vagy üzleti tevékenységeiknek az az indítéka, hogy társadalmi környezetváltozást teremtsenek, és ehhez szó szerint az üzlet erőit zabolázzák meg. Erre tehát rengeteg példát találunk. Az alapítók azon elképzelése, hogy összekössék a pénzt a befektetőkkel és megtakarítókkal, a fenntartható projekteket és vállalkozókat a megtakarítókkal és befektetőkkel, ez még mindig érvényes. Meglepő, hogy ez a modell alapjában véve 30 év után is még mindig normának számít mindenkinek, aki ebben a bankban dolgozik. Ráadásul ez egy nagyon erős modell. Nagyon jól vészeltük át a pénzügyi válságot, megerősödve kerültünk ki belőle, túléltük etéren a környezeti válságot is, mint például a Channel Bill az 1980-as évek végén, ami elég nagy sokként érkezett, és a fenntartható ügynek erős lökést adott. És aztán túléltünk különböző politikai rendszereket, és ez így lesz a jövőben is. Mert ugye láthatjuk, hogyan billen kicsit hol jobbra, hol balra annak az ügye, hogy miképpen lehet egy társadalmat építeni, fenntartani vagy fejleszteni. Ez a modell pedig úgy tűnik működőképes minden politikai légtérben.
I've met some of the founders. Nemrég találkoztam néhány alapítóval, és tanúja voltam, micsoda vállalkozói láz fűti őket. Ez az a mód, ahogy a megvalósításra törekszenek. Egy kristálytiszta vízió lebeg előttük, de banki, kereskedelmi szervezet keretein belül mozognak, és nagyon sok embert megszólítanak. Vagyis a Triodos nem egy jelentéktelen kis játékos, aki szépen, de ismeretlenül teszi a dolgát. Azt akarjuk, hogy mindenki tudjon róla, és sok embert vonzunk ide. Ebből a szempontból a kulturális kreatívok egy nagyon széles csoport, lévén, hogy igen sokrétű a hallgatósága. 1968 az új eszmék időszaka volt, és volt egy csoport, bankárok, tanácsadók, a legtöbbjüket Rudolf Steiner munkái inspirálták. Ezek az emberek a pénzt másképpen akarták kezelni, autentikusabban, abból kiindulva, hogy lehet-e a pénzt inkább mint fejlesztési és nem pedig pénzcsinálási eszközként használni. Egy tanulmányozó csoporttal kezdték, és néhány év múltán a 70-es évek elején, 1971-ben azt hiszem egy alapítványt hoztak létre, pénzt kezdtek gyűjteni bele, amivel aztán belefogtak kis tételek kihelyezésébe, Waldorf iskolákat, vagy biodinamikus gazdaságokat támogattak, kísérleteztek és alkalmazni próbálták azt, amit előzőleg tanulmányozó csoportként megismertek. Na hát ez szépen alakult. Erre aztán megszervezték, hogy egy másik hagyományos bankkal összefogva pénzhez jussanak, és azzal a mondhatni jutalékkal, amit a banktól kaptak, megnövelték a kapacitásukat, hogy kölcsönözni tudjanak. Később látták, hogy túlságosan szűk a mozgásterük, és hogy létre kell hozni egy bankot. Tárgyalásokba kezdtek a központi bankkal, ami azért nem volt mindennapi. Azt mondta a központi bank, hogy szép ez a különleges irány, de miért nem alapít a csapat egy vállalati bankot a tagjaik javára? A csoport azonban azt válaszolta, hogy nem egy antropozófus bankot akarnak csinálni, hanem tényleg egy társadalmi intézményt. Egy olyan bankot, amely mindenki számára elérhető, és a társadalomban változásokat tud beindítani. Hosszas megbeszélés volt, de végül megkapták a beleegyezést. Érdekes, hogy egyik alapító sem lépett be a bankba. Kívül maradtak. Miután megalapították, menedzsert kerestek hozzá, és útjára engedték. A pénz héja lehet sok mindennek, de magja nem. Henrik Ibsen. Szóval honnan jön a pénz? A modern állami szokásjogban az erőltetett adás, az adó, nagyon közvetett adás. Nem szabad döntésből fakad. Azt is hisszük, hogy szellemi eleme is van ennek. Amikor az ember pénzt ajándékoz, legyen az mindössze 5 euró, vagy akár 5 millió, az a pénz valahonnan származik, és az ember kapcsolatban áll vele. Akár azt is mondhatjuk, hogy bennünk van. Össze vagyunk azzal kötve. Háromféle pénzt különböztetünk meg, az ajándékpénzt, aztán, hogy is mondjam, csak a vásárlópénzt és a kölcsönpénzt. Szervezetként az alapítványban mi is foglalkozunk az ajándékpénzzel, amire a nagyon korai fejlesztéseknél van nagy szükség. Olyanoknál, amelyek még a kezdeti szakaszban vannak, például, amikor az ember gyerekre vigyáz, neveli, nem tudja, mi lesz a tevékenység gazdasági eredménye. Csak ad, és hagyja, hogy fejlődjenek a dolgok. Ugyanúgy ajándékpénz alapú a tudomány, a kutatás. Ha kölcsönpénzzel dolgozunk, és közben még részesedésünk is van,
akkor van egyfajta rálátás a jövőbeli eredményt illetően. Gyárat építünk, ami előállít majd valamit, tehát tudjuk, hogy van egy terv, amiben szerepel a pénz visszatérése. Ez tehát egy későbbi szakasz már a fejlődés során. Végül pedig van az a pénz, amit vásárláshoz használunk. Így nem lesz benne meglepetés, az ember vesz valamit és cserébe kap valamit. Ezzel a háromfajta pénzzel dolgozunk. Sokan úgy ajándékoznak manapság, mintha vennének valamit érte. Olyan formán, hogy tessék itt a pénz, de megmondom, hogy mit kell tenned vele. Mi pedig megpróbáljuk annyira szabadon tartani ezt, amennyire csak lehet. Természetesen az emberek ötlik ki, hogy pontosan hová menjen a pénzük, és mi ezt magától értetődőnek vesszük. De az embereket nem lenne szabad lekötözni a megkapott pénzzel. Jobb, ha szabadon az általuk helyesnek vélt dolgokra költik. Egy iskolának szabadságra van szüksége, és ha egy támogató azt mondja, hogy tessék a pénz, de így és így taníts, akkor az nem igazi adás. Gyakori, hogy támogató szándékkal keres meg valaki, és aztán hosszas folyamatoknak nézünk elébe, amíg megtaláljuk a helyes dolgot, a helyes formát. Ilyen téren intenzív tanácsadóként is tevékenykedünk. A pénzbefektetés nagy súllyal bír, hiszen ez az a pont, ahol társadalmi változást lehet elérni. Három területen szoktunk befektetni: kulturális vonalon színházakat, kulturális központokat, egyéni művészeket, például hangszereseket, vannak bizonyos rendszereink, múzeumokat is támogatunk. Mind jelentős irányok ezek. Tevékenykedünk továbbá a szociális területen, egészségügy, fogyatékos emberek otthonai, milyen pénzügyi támogatások, végül pedig vannak az olyan környezettel kapcsolatos finanszírozások, mint a megújuló energia, a biogazdaság, mondhatni, az egész bioélelmiszer előállítás. Továbbá a fenntartható épületek. Megújuló energia, például szél, napenergia, biomassa. Manapság szerintem a legtöbben nem gondolkodnak el az iskolák finanszírozásán, az állam végzi el, vagy azon, hogy honnan van pénz kutatásra. A pénzadás gondolata szorosan összefügg a szabadsággal, hiszen az elért nyereségekből, főleg a gyárakéból, amikor azokat megadóztatják, akkor az állam az, ami eldönti, hogy mi legyen a pénzzel. És nekünk semmi dolgunk vele. Ám mi nem erről a szabadságról beszélünk, hanem a pénzt fogadó fél szabadságáról. Azt gondolom, hogy a kutatás nagyon jó példa erre. Nézzük csak a gyógyszeripari cégeket. Ők a saját kutatásaikat támogatják, tehát pénzügyi szempontból a cégen belül működik a pénz adása. A termelés nyeresége megy a kutatásra. Ez a pénzfolyamat érhető tetten. De milyen igazából a kutatás? Tényleg szabadnak mondható? Azt keresik-e a kutatók, amire a világban szükség van, vagy inkább azért kutatnak, hogy azt a bizonyos gyógyszert megtalálják, ami biztosítja majd az újabb nyereséget a másik oldalon. Steiner egyik előadásában a pénzt más termékekkel hasonlította össze. Hogy lehet, hogy a pénz egyszerűen nem rothad el? Feletté furcsa dolog ez. Vagy felhasználjuk a kenyeret, vagy megpenészedik, és vége van. A pénz ellenben marad, és furcsa mód jó adag problémát is okoz-e közben.
Ezt nagyon nehéz megváltoztatni. Vannak ugyan kezdeményezések, talán az ön országában is, kísérletek ennek megváltoztatására, alternatív fizetőeszközök, amiken fel van tüntetve a lejárati idő. De egy államgazdaságban ez talán nem egy alkalmas elgondolás. Ugyanakkor nagyon aktuális az, hogy elkezdünk rajta gondolkodni 90 évvel azután, hogy Steiner beszélt róla. Mi itt a vagyonkezelőnél ezen gondolkodunk, és azt szűrtük le, hogy próbáljuk meg a pénzt folyamatban tartani. Sokan vannak, akik megpróbálják felhalmozni a pénzt. Majdnem úgy, mint ahogy azt az amerikai képregényekben láthatjuk, a pénzhalmon trónoló kacsát, és az tényleg semmi jóra nem való már. Hisszük, hogy a pénzt áramoltatni kell. Ez a vezérelvünk, és ezt nem vagyunk képesek mindig követni, mert a pénz körül igen erős félelem forog, és pedig az, hogy nincs belőle elegendő, főképpen ami a jövőt illeti. Ez az, ami minduntalan felmerül, amikor a pénzről gondolkodunk. Hogyan kezeljük a jövőbeli pénzt? Attól tartok, hogy még nem leltük meg ehhez a kulcsot, ám az már jó, ha állandóan felvetjük a kérdést. Az alapítványainkban úgy igazítjuk, hogy a pénzt egy generáción belül fel lehessen használni. Mert egyrészt a pénzt fel kell használni, és nem az örökké valóságnak tartogatni, a másik pedig az, hogy rendszerint nem igazán láthatunk bele a jövőbe. Például létrehozunk egy alapítványt ma, a mai problémák kapcsán. De lehet, hogy 30 év múltán másképp festenek a dolgok. Megtörténhet, hogy bizonyos területek, ha például veszünk egy betegséget, lehet, hogy vannak olyan kórokozók, amik nem sokára eltűnnek. Az emberek küzdhetnek egy adott betegséggel. Szerintünk ez így túlságosan szűk. Egy tágabb megközelítésre van szükség. És lehetségesnek kell lennie, hogy egy bizonyos időn belül felhasználjuk azt a pénzt. Hiszen mindig van új pénz, új nyereség folyamatosan jön. És arra van szükségünk, hogy elengedjük a félelmünket, és higgyük, hogy lesz több pénz a jövőben. És hogy azt a pénzt a jövő feladataira kell majd felhasználni. Az RSF tulajdonában lévő eszközök 70%-a nők kezében van. Valamiért úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú lesz, hogy minél több nő formáljon határozott véleményt a pénzügyi világról és a gazdaságról. És ez már a szemünk előtt történik, és ez nagyon örvendetes. A Wall Street felsővezetői állásait 97%-ban férfiak töltik be, és azt hiszem, az eddig megtapasztaltak mit sem fognak változni, amíg az említett munkahelyek felét nők nem töltik be. Az üzletkötő férfiakban az adrenalin, hatalmi és rövidtávú kérdések dolgoznak, míg a nők, úgy érzem, sokkal inkább kapcsolódnak ahhoz, hogy miképp vagyunk egymással mindannyian kapcsolatban, a közösség alapú gondolkodásmódhoz, és ez szerintem elképesztően fontos lesz számunkra, hogy legyen egyensúly, nemi egyensúly a gazdaság szereplői, a társadalmunk pénzügyi résztvevői között. Teljességgel hiszek abban, hogy a gondolkozás iránya elbillen. Nem tartom sokra az irányváltásokat, vagy a látványos, fentről lefelé indított megoldásokat. Alig, ha fognak valaha is jelentős változásokat hozni a gazdasági pénzügyi rendszerünkben. Feltétlen híve vagyok a gyökérből sarjadó kivirágzásnak. Zajlik ez már a jelen pillanatban is. Egyelőre még csak
csak maroknyian kérdőjelezik meg a gazdasági rendszerünk alapvető elveit, és nagyon erős szándék él bennük, hogy megpróbálják magukat másképpen kifejezni a befektetési, bankolási vagy vásárlási szokásaikat illetően. Nagyon figyelnek arra, hogy értékrendszerüket hülyen tükrözze az, ahogyan a pénzüket használják. És szerintem szépen ki fog fejlődni, természetesen eltart még egy ideig, de erősen hiszem, hogy a változást ez a gyökér felől fakadó megerősödés hozza meg. A kulturális kreatívok száma növekszik, és lehet, hogy már nagyon erősek. A mi bankunk olyan bank, ami az embereknek fontos. És hogyha mesélsz róla, mindannyian kedvelnek minket. Szeretik, amit itt csinálunk. De nem hozzák át mégsem a bankszámlájukat. Ettől kiborulok. Egyfelől megértem, persze, hogy nem akarja az ember a szombatját azzal tölteni, hogy bankot vált. És még azt sem tudja, hogy mi vár rá. Már van bankja. Miért is váltson? Mi pedig azt próbáljuk elmagyarázni, hogyha tényleg azt akarja, hogy megváltozzon a bank, mondhatni a társadalom, akkor egyénileg kell másképp cselekednie. Igaz ez akkor is, amikor az áruházban húst vesz az ember, és választhat. És ezt persze naponta megteszi. Pont ahogy az ember nyaraláskor megválasztja, mit, hogyan fog csinálni. Mind-mind választások sora, vagy amikor eldönti, autóba ül-e vagy sem. Minden szinten ez van. A bank kérdése sem kivétel. Persze egy ruha megvételekor könnyebb helyzetben van az ember, hiszen ott van a biogyapot. Könnyebb ruhát, mint bankot váltani, ezt be kell látnom. Hiszen rengeteg emberről látjuk, hogy változtatnak. Ez tény. Hiszen évente 25%-ot növekszünk. Érdekes látni, hogy amint ezt választják, és fejben eldöntötték, hogy ez az irány, akkor teljes az átalakulás. A számlaszámaikat is lecserélik. Próbáljuk és reméljük, hogy belőlük nagy követeket lehet csinálni, és másoknak is javasoljuk, hogy ezt tegyék. Bizakodó vagyok, ugyanakkor józan is. Mindenki akar, vagy szeretné, hogy történjen valami, de nem mindig tesz érte. És azt gondolom, hogy tehetnénk jóval többet. Senkit sem hibáztatok. Ez egy egyéni felelősség, amit érezni kell. Egy fejlődési folyamat. Van, akinek már megvan, és bankot is választ. Ennek igen örülök. Mások esetében több időre van szükségünk. Nekem, mint a piaccal foglalkozónak, az a dolgom, hogy felajánljam a választási lehetőséget. A Triodos Banknál ez már 5 országban elérhető, szóval cselekedni már ma el lehet kezdeni. A bankrendszer jövőjét illetően azt látom, hogy sok tekintetben egész mélyrehatóan kell újra gondolni. Már elkezdődtek a tárgyalások, hogy a rövidre eladásokat betiltsák, a fedezeti alapokat szintén, és így tovább. Kemény szabályozásoknak kell érvényben lenniük, hogy ne szabadjon mindent megtenni, amit lehet, és sokrétű reformra van szükség a bank és a fizetési rendszerekben. És etéren a GLS Bank egy példa, hogy lehet másképpen kezelni a pénzt, és mi meg is mutatjuk, hogy is megy ez. Én személy szerint az emberek értelmében és jó hiszeműségében hiszek. Hát persze, azért biztos nem vagyok ebben. Igen, így van, nem vagyok benne biztos. Szóval tisztázni kell azt, hogy a pénzügyi válság után, amikor azt gondoltuk és meg is állapítottuk, hogy valami elképesztő válság alakult ki, milliárdok vesztek el, embereket taszítottak szegénységbe, és mindaz az amerikai ingatlanválságból eredeztethető, tehát emberek milliói szenvedtek miatta, elveszítették a munkahelyüket,
pénzüket és így tovább, és végül is semmi nem változott meg. Ugyanúgy csinálnak mindent, mint annak előtte. Sőt, vannak kollégáink, akik tavaly hagyományos bankoktól jöttek át hozzánk a GLS-hez, és ők mesélik, hogy ott még rosszabb lett a helyzet, mert a 2008-ban elszenvedett veszteséget most vissza akarják szerezni. Ezért nehéz az ön kérdése, és nem tudom rá választ. Én mindig optimista vagyok. Optimista vagyok. Tényleg hiszek az emberekben. Látom, hogy az emberek elkezdtek a pénzükről gondolkodni. Annyira már nem vagyok optimista a kapitalizmus állapotát és a rendszerét illetően, hiszen folyamatosan újra termeli magát. Ugyanakkor látok már a rendszer falán repedéseket. És ez reménnyel tölt el. Tapasztalatom szerint nem csak negatív dolgok vannak a világon. Azt hiszem, hogy a világ folyamatosan mozog, és sokkal magasabb tudatossággal reflektálunk a világ történéseire. A kérdés az, hogy tudunk-e változtatni valamin. Azt gondolom, hogy egyénileg azt lehet tenni, hogy az ember az értékrendjével következetes életet él, és önmagán kezdi el a változtatást. Ha van pénze, figyeljen rá, hogy az hova megy. Ha nincs pénze, csináljon valami mást. Az az érzésem, hogy a mai gazdasági rendszerben olyan sok réteg pénzügyi tranzakciót halmoztunk egymásra, és olyan átláthatatlanná vált az, hogy honnan jön az élelmiszer, ha számlád van, hova megy a pénz, és ehhez hasonló helyzet rengeteg van, ahol a forrás le van választva a termék konkrét alkalmazásától, hogy az a nagy reményem, hogyha legalább a pénzügyekben le tudjuk csökkenteni a kettő közti távolságot, ha egy pénzügyi tranzakcióban láthatóbbá tudjuk tenni a résztvevőket egymás számára, akkor nekik esélyük nyílik személyes kapcsolatra. A gazdaságban ezen a ponton láthatjuk felbukkanni a szeretetet. De ha fenntartjuk azokat a bizonyos rétegeket, akkor ezt igencsak nehéz lesz megtapasztalni. De én nagyon reménykedem, mert ezt már lehet tapasztalni, és folyamatosan erősödik. Ez az első számú reményem. A művészet örök, formái változnak. Rudolf Steiner. Készült 2010 és 2015 között.